Honvéd Kadét program, Viharkár, biológia, kémia szakra készült Pandur László, lejárt okmányok megújítása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 10-én 18 óra 5 perckor. A Szent Annai Sámuel Református Középiskolában ősztől a Honvéd Kadét programra is új lehetőséget biztosít a jelentkezőknek. A részletekről Szúcs Judit igazgatóhelyettessel beszélgettünk. Az iskola december 15-én csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz, amelynek több szintje van. A program gyakorlatilag a honvédelmi nevelés szolgálja az intézményben. Gyakorlatilag feltétele nincs, hiszen ez nem szakképzés, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ők katonák lesznek, semmi kötelezettséget nem jelent, pusztán annyit, hogy a honvédelmi alapismeretek tantárgyat fogják tanulni, illetve szabadidős tevékenységekben fognak részt venni órarendi keretek között. Mindemellett nemes célt szolgál, tehát olyan programokban kell gondolkodni, hogy ejtőelnyőzés, önvédelem, tereptárgyak felkutatása, hadisír gondozás, tehát nagyon-nagyon széles körű és érdekes programokat nyújt ez a program. A karcagiak mellett vidékről is érdeklődnek a képzés iránt. A gimnáziumi képzésre jelentkezőknél motiváló az, hogy a honvédelmi ismeretek tárgyal bővül a választható érettségi tárgyak köre. Természetesen elég nagy a szerencsére az iskola beiskolázási területe, úgyhogy vidékről is érdeklődnek. Elsősorban gimnáziumban szeretnénk első körben ezt a programot megvalósítani, így a gimnáziumi képzés iránt érdeklődőket érinti most még ebben a tanévben ez a program. Ami mindenképpen motiváló az, hogy bővül a választható érettségi tárgyak köre. Mint mondtam, választható tárgy semmi kötelezettséget nem jelent, illetve ez a tantárgy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felvételi tárgyként is szerepelhet, amennyiben érettségiznek a gyerekek, illetve ösztöndíjban is részesülhetnek. A jelentkezési határidő február 18-a. Jelentkezéskor, amennyiben gimnáziumi képzést választ a diák, akkor bekapcsolódik a Honvéd Kadét programba. Jelentkezési határidő természetesen az a középiskolai jelentkezéskor eldől. Amennyiben gimnáziumi képzést választ, akkor bekapcsolódik a Honvéd Kadét programba, mint mondtam, nagyon hasznos, hiszen egyébként itt megtanulják azokat az ismereteket, amelyeket az minden emberre, minden magyar állampolgára vonatkozó honvédelmi feladatokra összpontosít. Ezen kívül, mint mondtam, a mindennapi életben nagyon hasznos dolgokat is fognak tanulni, elméletben és gyakorlatban egyaránt, ami egyébként főleg ezek a szabadidős tevékenységek csak a Kadét programban résztvevő gyerekeknek biztosított. Még az ösztöndíj kapcsán azt gondolom, hogy vonzó, hogy a tanulmányi eredménytől függően kapnak ösztöndíjat, és ez is ugye arra ösztönzi őket, hogy egyre jobban tanuljanak, és ami előre vetíti majd az érettségi sikerét is, bármilyen tantárgyból, hiszen nem csak ennek a tantárgynak az átlaga fog számítani, hanem minden tárgy. Ha 3,5-et eléri, akkor 11 000 forintot kap, 4,5-től 22 000 forint, és jeles tanuló esetében már havi 34 000 forint ösztöndíjat fog kapni. A vasárnapi szélvihar több épület tetőszerkezetébe okozott károkat, de ledöntötte a Kálvária dombon lévő lélekharang tartóoszlopait is. Öntötte Szezár László, Karcag 1924. Erről Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos értesítette Tészabó Pál egyházi képviselőtagot, aki értement és elhozta a bronzharangot, amelynek biztonságba helyezésében Kovács István és Szopkó Zoltán segített neki. Este felé szólt a plébános, hogy nézzek már ki a Kálvária dombra, mert leborult a lélekharang tartószlopa. Kimentem, már majdnem sötétedett. Csináltam ott egy fényképet róla, meg ugye szokatlan volt, hogy valaki ott van fent, egy fiatal ember, eddig általam ismeretlen, jött, hogy mit segíthet. Hát mondom, nagyon jó, hogy ezt levenni, megmenteni, mert éjszaka folyamán
értékesek is harang, ezért pénzt kapnak, aki éppen rossz szándéka, azt szeretném elhozni. Az elszaladt egy robbanómotoros láncfűrésze, levágtunk belőle 20 centit, aztán végigjött Szabkó Zoli, barátom is, azt lesegített, mert lehoztuk a dombról. Hétfőn Kosaras János és Nagy Norbert segítségével a tartóoszlop darabjait is lehozták a dombról, és a plébánia udvarára szállították. A Kálvária domb 1851-ben az 1848-49-es szabadságharc hőseinek emlékére épült a stációkkal, Mária szoborral, és 1924-ben készült el oda a lélekharang. Beviszik a plébánia udvarára, aztán majd a plébános úrral gondolkozunk valamit felújításon. Csak vissza kell állítani, mert 1924-ben építették, meg hát így hozzátartozik a régi emlék. Az emlékhelyet 1993-ban újítatták fel. Az összedőlt lélekharang tartóoszlopot szeretné az egyház helyreállítani. Pandur Lászlóval, a Györfi István Katolikus Általános Iskola 8-osával beszélgettünk arról, mit is kapott a Györfitől az elmúlt 8 év alatt. Rengeteg baráttal, ismerettel, élménnyel, nagyon jó közösségekkel találkozott itt, nagyon kevés negatív élménye volt, és nagyon jó tanárokat ismert meg, foglalta össze tömören 8 évét Laci. Először is rengeteg baráttal, rengeteg ismerettel, nagyon jó közösségekkel, rengeteg élménnyel, pozitív, nagyon kevés negatívval, és nagyon jó tanárokat ismertem meg. Mi volt a legnehezebb számodra, melyik tantárgy? Hát a legnehezebb tantárgy az eleinte a fizika, kémia, de mostanra már belejöttem egész jól. És hova fogsz menni, hiszen úgy tudom, hogy pont ezekkel a tárgyakkal szeretnél tovább menni? Debrecenben a Tóth Árpád gimnáziumba szeretnék menni, biológia-kémia szakra. Akkor mi volt az a pont, ami a kis nagyon nehéz tárgyból átfordult kedvencé, és a legtöbbet erre tanultál? Hát úgy értettem, hogy nehéz tantárgy volt, hogy becsúszott egy-két rossz jegy, és azt nehéz volt feljavítani, de egyébként szeretem nagyon mind a kettőt, és hát én mindig is ezzel szerettem volna, mert a biológia nekem az a kedvenc tantárgyam, azzal szeretnék foglalkozni, és hát ugye ahhoz társul a kémia. Természetjáró vagy? Igen, nagyon szeretek a természetbe járni, amint tehetem, csak kimegyek a természetbe, bármilyen, nekem az állatok a kedvenceim, bármilyen állatot képes vagyok óráig is nézni, és hát az állatkertekbe is előszeretettel szeretek járni. Akkor te az a megfigyelő vagy, aki mindegy, hogy mi történik körülötted, akkor gyerekkorodban is voltak ezek szerint állataid otthon? Igen, kutyám meg macskám voltak baromfiaink is, de most nagyon szeretnék egy kaméleont. Húha! És mit szól ehhez a család? Hát nem nagyon örülnek neki, igazából nem is nagyon szeretnék, hogy legyen, de hát majd, ha felnőtt leszek, akkor meg nyilván lesz. A debreceni gimnáziumot nagyon várja, több osztálytársával készül oda, így biztos, hogy ismerni fog pár embert. Felkészülni nagyon nem lehet szerintem, bár meg lehet tanulni, de az biztos pont, hogy sok osztálytársam is oda megy, és az azért egy biztos pont, hogy ismerni fogok pár embert. A központi felvételi azt gondolom, hogy nem lesz egy egyszerű, arra készülsz most, mennyit tanultál? Hát az utóbbi pár hónapban kezdtem el nagyon sokat rátanulni. Ilyen napi. Ez mit jelent napi? Ez napi olyan 4-5 feladatlapot, és hát egy kicsit bevallom, félek is tőle, de szerintem jól fog sikerülni. Mitől félsz, hogy nem lesz elég az időd, vagy véletlenül pontatlanul olvasol el valamit? A pontatlanságtól félek, mert előszeretettel szeretek kapkodni dolgozatoknál is. Az idővel általában nem szokott problémám lenni dolgozatoknál se, de a pontatlanságtól félek, hogy félreolvasok valamit és ilyenek. Matematikánál jöhetne a szögszámítás, de a szöveges feladatokat nem nagyon szereti. Például a matematikánál a szögszámítás az mindig szokott lenni, és például ha 4 szögök lennének benne, az nagyon nagy előnyt jelentene nálam. És mi az a tabu feladat, amit fú, csak az ne legyen? Hát az ilyen külön, például a szöveges feladatoknál szokott lenni, hogy ennyi meg ennyi labda van, és abból ennyi meg ennyi, azokat nem szeretem. Akkor itt a figyelmetlenség azért az pontokat jelenthet. Igen, abszolút. Anyukádék, hogy segítenek otthon? Tehát hagynak tanulni,
hogy aztán noszogatnak, hogy na most aztán menjek ki egy kicsit játszani, ne üljít ennyit, tehát mennyiben partner ebben a család? Hagynak tanulni, és szoktam segítséget is kérni tőlük, hogyha tudnak segíteni, akkor segítenek, vagy ha nem, akkor felkeresünk valamilyen ismerőst, aki esetleg tud segíteni. A biológiában, itt mondtad a kameleon, de mondjuk ilyen kis állatboncolgatás, meg ilyenek, azok úgy közel állnak hozzá? Még nem próbáltam, de szívesen kipróbálnám egyébként. Érdekes, szerintem. Nem magába húzódó ember, szeret a központban lenni az osztályban, ha a viccről van szó, bár mostanában inkább a tanulásra volt csak ideje. A focira, a zenehallgatásra kevesebb jutott. Focizok ugye, a zenehallgatás, a játék a barátokkal, és ilyenféle dolgok. Nyelvvizsga? Nyelvvizsgára is készülök, szeretném azt még 8. év végéig letenni. Miből? Angol nyelvből, középfokú szinten. És akkor utána a gimnáziumban mit választasz mellé? Én is az olaszon gondolkozok, az az első, de a spanyolt beír a másodiknak, vagyis hát azt szeretném másiknak tanulni. És ez a kettő hogy jött? Hát az olasz, az én mindig is nagyon szerettem az olasz nyelvet, szeretem Olaszországot is. A spanyolt meg azért, mert szeretnék majd egyszer kimenni Dél-Amerikába, és hát ott az egyik legismertebb nyelv a spanyol. Osztálytársaid közül van egy kisebb közösség, vagy mindenkivel jóba vagy? Alapvetően mindenkivel jóba vagyok, senkivel nem mondom azt, hogy nem rosszba vagyok, de megvan egy kis csoportunk, és azokkal szoktunk hülyéskedni, beszélgetni, és minden ilyen hasonló dolog. Évvégéig angol nyelv középfokú nyelvvizsgára készül. Ősztől mellé az olaszt vagy a spanyol tanulná. Szereti a kémiai kísérleteket is, de csak az iskolában, otthon, a garázsban nem. Otthon nem szoktam ilyeneket csinálni. Gyuri bácsi szerintem nagyon jól mutatja be ezeket, és nagyon jól el is magyarázza, és én ezeket megértem, és meg tudnám csinálni utána is akár, de ezt nyilván nem kérem meg tőle. 15 év múlva radiológusnak képzeli el magát, de hogy mit hoz az élet, azt nem tudja. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet idején lejáró okmányok június 30-áig érvényesek, ezért arra kérik az érintetteket, hogy minél előbb újítsák meg azokat. Több millió okmány érvényességét kell meghosszabbítani. Az országgyűlés döntött arról, hogy a veszélyhelyzet idején lejáró okmányok 2022. június 30-áig érvényesek. Arra kérnek mindenkit, hogy ne várják meg az utolsó hónapokat, heteket, hanem mielőbb hosszabbítsák meg lejáró okmányaikat, így a személyigazolványt, forgalmi és vezetői engedélyt, útlevelet, közgyógyellátási igazolványt vagy a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát. Az államtitkár közölte, több millió okmány érvényességét kell meghosszabbítani. Országszerte 310 kormány ablakot lehet felkeresni időpontfoglalással, vagy a helyszínen sorszámhúzással. Időpontot foglalni a 1818-as telefonszámon, vagy az időpontfoglaló.kh.gov.hu oldalon lehet. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!